Ez a Kutyabajok karantén külön kiadása, én pedig Márton Attila vagyok. Mindenképpen szót kell ejtenünk a kutyák lefárasztásáról, ami önmagában egyébként is egy nagyon fontos dolog, és nem csak a karantén idején. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a kutyánk mentálisan egészséges legyen, illetve ne alakuljanak kiviselkedés problémák. Mit is jelent pontosan ez a lefárasztás? A korábbi Kutyabajok epizódokban többször szóba került már az, hogy a kutya lefárasztása az nem azt jelenti, hogy elfáradjon a lába, hanem azt, hogy az idegrendszerét is lefárasszuk, amit úgy érhetünk el, ha a kutyának mondjuk úgy genetikailag kódolt igényei szempontjából az idegrendszerét is igénybe vesszük, megoldandó feladatokat adunk számára. Az a kutya, amelyik a génkészlete szempontjából például azt hordozza, hogy kutassa a vadat, erre lett kitenyésztve, akkor ő keresni akar, kiszagolni dolgokat. Ha pedig annó az őseit arra használták, hogy hozza nekünk vissza az elejtett vadat, akkor tárgyakat szeretne hozzánk visszahozni. A kutyasétáltatásnak nem csak az lenne a funkciója, hogy mozogjunk kicsit, illetve hogy a kutyánk ne a lakásban végezze a dolgát. Amikor elmegyünk a kutyánkkal sétálni, függően a lakhelyünk mienségétől, találkozik a városi hangokkal, találkozik más emberekkel, más kutyákkal, hozzászokik ezekhez az ingerekhez, szüksége van ezekre az ingerekre, megtanulja, hogy különféle helyzetekre hogyan kell reagálnia, szaglászik. A szagok ugye rendkívül fontosak a kutya számára, az egyik legjelentősebb, legfejlettebb érzékszervéről van szó. Egy rendkívül összetett szociális élmény a kutya sétáltatás, akint eltöltött idő. Jelen helyzetben, amikor a lakásban ülünk, bezárva, és úgy megyünk el kutyát sétáltatni, hogy a lehető legkevesebb kontaktust létesítjük másokkal, más kutyákkal, ez azt jelenti a kutyánk számára is, hogy sokkal kevesebb ingerhez, élményhez fog hozzájutni. Ezeket a kieső élményeket, feladatokat kell valamilyen formában, valamilyen módon pótolnunk a kutyánk számára, és ekkor kerül képbe ismét az, hogy ismernünk kell a saját kutyánkat. Ismerni kell azt, hogy mire van igénye. Melyek azok a megoldandó feladatok, amelyeket ő szeret, amelyek kellően igénybe veszik, megmozgatják az idegrendszerét. Ugye van olyan kutya, aki élha az apportírozásért, hogy dolgokért rohanjon és visszahozza őket nekünk. Van olyan kutya, akit ez teljesen hidegen hagy, és inkább dolgokat szeret felkutatni. És ezt hosszasan lehetne boncolgatni, hogy kinek mi a jó, mi a megfelelő feladat. Meg kell találnunk annak a módját, hogy olyan játékos feladatok elé állítsuk a kutyánkat, amelyekkel megmozgatjuk egy kicsit az idegrendszerét. És itt fontos megjegyezni, hogy nem csak a lakásban tartott kutyákról van szó, hanem azokról is, akik kinnélnek a kertben. Létezik a klasszikus vita arról, hogy hol jobb, célszerű kutyát tartani, kertben vagy lakásban, és a kertben tartott kutyák esetében sokszor felmerül az a probléma, hogy nem foglalkozunk velük eleget, mert azt hiszük, hogy mivel ő kint a szabad ég alatt él, majd ő jól elszórakoztatja saját magát, holott a kertben tartott kutya esetében is ugyanúgy kell foglalkozni velük, ugyanúgy kell velük játszani, ugyanúgy kell megoldandó feladatokat adni nekik. Vannak ilyen célokra kifejlesztett játékok, de egy kis fantáziával mi is kitalálhatunk ilyeneket. A lényeg az az, hogy a kutyák készségei alapján olyan megoldandó feladatokat adjunk neki, amelyeket örömmel véghez visz. Ahogy azt már korábban többször kiemeltem, ebben az időszakban fontos az, hogy ne ahhoz szoktassuk hozzá a kutyánkat, hogy folyton rajta lógunk, vagy együtt lustálkodunk. Ennek az időszaknak egyszer vége lesz. Ha ehhez hozzászokik, a hirtelen váltás az ő számára elég nehéz lesz, és ha ehhez hozzáadjuk azt is, hogy nem fárasztottuk le kellően, ezzel további viselkedés problémák megjelenését fogjuk okozni. Ha valakinek van jól bevált, egyszerűen kivitelezhető ötlete, tanács arról, hogy milyen kreatív feladatokkal lehet a kutyákat hatékonyan lefárasztani, egy kicsit igénybe venni az idegrendszerüket, az ne tartsa magában, a kommentekben jöhetnek az ötletek. Aki még nem tette, az kövesse a Kutyabajok YouTube csatornát, nézzétek vissza a korábbi karantén videókat, hát ha találtok használható ötletet, gondolatot, illetve nézzétek meg a korábbi epizódokat is. Aki teheti, maradjon otthon, mindenki vigyázzon magára és másokra. Sziasztok!